Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Megszűnhetnek az árvíz jellegű problémák a Gajapatak mentén. Több mint 2 milliárd forintos beruházásból valósul meg a Sédnádor Gaja vízrendszer rehabilitációjának első üteme. Nem sokára megkezdik a Fehérvárcsurgói víztározó bővítését és fejlesztését. A mai köztérben ezzel a témával foglalkozunk, maradjanak velünk. Legutóbb néhány héttel ezelőtt áradt meg a Gajapatak Bakonycsernyén annyira, hogy a házakat is veszélyeztette. De a 2010 és 13-as árvíz során több 10 millió köbméter vizet kellett tárolni a Fehérvárcsurgói víztározóban Fehérvár és környéke védelme érdekében. A Sédnádor Gaja vízrendszer rehabilitációjának első üteme a környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében Európai Uniós támogatással valósul meg. A fejlesztésre régóta készülnek a szakemberek, hisz, mint mondják, nagy szükség van rá. Mi elkészítettünk közel, hát most már 10-15 évvel ezelőtt egy komplett programot az egész vízgyűjtő területre, aminek része volt a Fehérvárcsurgói tározó kettes ütemének megvalósítása, tehát felemelni arra a szintre, amire a 70-es években elődeink tervezték. Hát ennek a projektnek van most egy 2,1 milliárdos Európai Uniós projektnek van a nyitó rendezvénye. Még mindenkinek a levenen él aztán a 2010-es és 13-as élmény, amikor több mint 10 millió köbmétert kellett tároznunk ebbe a tározóba, pont Fehérvár védelme érdekében, illetve az alsóbb települések védelme érdekében, hiszen nem lehet másképpen megfogni azt a víztömeget, ami a Bakonyból lezúdul, csak úgy, hogyha visszatartjuk, és késleltetve visszaengedjük. Tehát felhívta a figyelmet arra, hogy a klímaváltozás hatása itt van. Ez azt jelenti, hogy szélsőségesebbé vált az időjárás. Az összcsapadék mennyiségünk körülbelül ugyanannyi, de sokkal gyorsabban, intenzívebben kapjuk. Ezzel elleni védelem egyetlen egy lehetséges eszköze, csak az, hogy tározzuk a vizeket, és később engedjük le. Most a projekt kapcsán ugye bővítésről beszélünk, hogyan kell elképzelnünk, mekkorára bővül majd a víztározó rendszer, és ez mekkora segítséget jelent majd? Hát ez ha valaki sétál a Fehérvárcsurgói tározón, mindig elcsodálkozott, hogy a zárótöltések, az oldaltöltések milyen magasak, és a víz meg közben jóval több méterre alatta van. Tehát a magasságilag már kiépült a rendszer, de ezeket a rendszereket meg kell erősíteni, illetve a kapacitását bővíteni nagyobb leeresztő képességre. Körülbelül ez azt jelenti, hogy most durván 2 méterre emelkedni fog majd a vízszintje. Ez nagyságrendileg 5,7 millió köbmétert jelent. Tehát gyakorlatilag a tározónkban egy 15 millió köbméter szabad kapacitásunk lesz. Ha most a 2010-es évre visszagondolunk, amikor rendkívüli árhullámok vonultak le, akkor 16 millió köbmétert engedtünk le a tározóba, késleltetve. Ez a velencei tónak a 40%-a. El lehet képzelni, hogy ez a vízmennyiség egyszerre zúdulna Fehérvárra, akkor milyen következményei lennének. Tehát ez mindenképpen indokolja, tehát gyakorlatilag egy töltés megerősítés, tározó kibővítése, járóutak megemelése, műtárgybővítés, gátőrház felújítás, és hát a tározó tér lényegesen nagyobb lesz. Az 1970-es években épült itt a víztározó komoly gátrendszerrel, de mivel a alábányászás miatt a partszakasz nem lett szigetelve, ezért ez most szükségessé vált. Megtörténik a szigetelés, így mindegy 15 millió köbméter vízzel többet tud tárolni. Ez védi az egész völgyet, és védi a Székesfehérvár lakosságát is, minden ingóságával együtt. De a klímaváltozásnál az is szóba jöhet, hogy akár öntözésre, vagy a Sédnádor patak táplálására is szolgálhat. Azt gondolom, ez a 2,1 milliárdos beruházás egész térség fejlesztését és vízellátását biztosítja. Ez a fejlesztés azt a célt szolgálja, hogy növelje az itt élő emberek biztonságát, az egész völgy településének biztonságát és Székesfehérvár biztonságát, mivel az emberi élet, az emberi ingóság nagyon fontos számunkra, az még jobb dolog. De növeli a vízgazdálkodás biztonságát úgy, hogy a Fehérvárcsurgói tótól eljut a víz mondjuk egész Réti-Majorig. Növeli a vízügyi igazgatóság biztonságát, mert eladásra is tud kínálni netán vizet vállalkozóknak, akik halászattal foglalkoznak. Akkor még egy szegmensét be tudtuk mutatni, hogy miért fontos ez a beruházás. De összességében azt gondolom, hogy egy olyan klímaváltozás küszöbén vagy közben vagyunk, amikor a jelentkező csapadékvizet fel tudjuk fogni, fel kell fogni, és amikor netán ebből hiány van,
akkor ezzel a készlettel, és igazgató úr által elmondott, itt a mostanihoz még hozzájöttek át 10 köbméter víz, ezzel a készlettel megfelelő szakszerűséggel tudjuk gazdálkodni. A vízügyi igazgatóban Pistár meg olyan embert ismertem meg, és még talán én voltam az elnök, amikor Fejér megye vízpolgára lett, hogy egy olyan szakmai munkát végez, amelynek a segítségével az adott projekt pályázatok való részvétele szinte garanciát jelent, hogy nyer is. Mert olyan alátámasztó dokumentumokat tud készíteni, hogy csak egy kis részét, melyet felsoroltam, mind azt igazolják, hogy erre a beruházásra szükség van a környezet településeknek, van szüksége van a megyeszékhelynek, és szüksége van a gazdaságnak is hosszú távon. Én bízom benne, hogy mikor átadásra kerül ez a projekt, akkor itt nem állunk meg, hanem további fejlesztésekre lesz módunk, és akár a patakmedelpótlással és egyéb művek magas színvonalú létrehozásával biztosítjuk azt, hogy a környéken ne kelljen tartani a hirtelen bezúduló csapadéktól, sőt, azt a csapadékot kellene tudjuk hasznosítani. Amikor itt beszéltünk a Sigmáról, Gaja rendszerről, akkor most csak Fehérvárosot érinti ez a fejlesztés, de körülbelül 15 évvel előtt fogalmaztuk meg, hogy ezzel a vízrendszerrel komplett kell valamit csinálnunk. Ebben benne van a Sét, benne van a Nádor, benne van a Gaja. Aminek egyik része természetesen a csurgói tározó, de hát ez egy elég komoly vízrendezés, aminek egy vízvisszatartás a Nádor völgyében. Hát részek már megvalósultak, hiszen a Nádor csatornának a kármentesítése és a rendezése folyamatban van. Nem igazán sikerült a Gaját Live programba elsütni, de nem adjuk fel, tehát valószínűleg nem megyünk tovább. És hát az egy kicsit kapcsolódik majd hozzá a Sió és ami megy. Tehát Fehérvár csurgói tározó fejlesztés. Erről szeretnék pár gondolatot mondani. Kinyomkod. Jaj! Remélem sikerülni fog. Oh, sikerül. Polgármester azt mondja, elmondta az, ami ide föl van írva. Egy kicsit a történet. Annyira egészítem ki, talán csak, hogy a szimbólumok jelentése csurgóról, tehát hogy miről is van szó. Tehát a balkony, a hármas hajlandó töltyfaerdő, és hát a csordagáló források, amiből a név is származik gyakorlatilag. A három malom, majd be is mutatnám azt, hogy hol volt az a három malom, nyilván több is volt ebben a térségben. A csordogáló forrásról csak annyit, hogy van azért egy nagyon komoly kapcsolódás ennek a projektnek egy másikhoz, a Dunántúli karsztis szinthez. A szinten egy projekt, hiszen Csurgón aztán pont itt érik meg a legjobban, hogy a peremterületeken nem csak a visszajött a karsztis szint, hanem magasabban visszajött. Ennek az emelkedése tovább várható. Ez azt jelenti, hogy ezzel a többletvízzel számolnunk kell, mind a vízrendezésben, mind a tározóból, mind a térségben egyet. És hogy hol voltunk, hát a Római Birodalom, gyakorlatilag a törökkor, ez jellemző volt, hogy már akkor is duzzasztottak az emberek, tehát nem a vízesek találták ki ezt az egész dolgot, és ha már nem lesznek az emberek, akkor a hódok ugyanezt csinálják egyébként. Tehát ez nem egy ilyen különleges dolog. Hogy is nézett ki ez a terület hajdanában? Ez az első olyan térkép, amit már igazából lehet látni ezt a három malmot, ami a tározó. Ez a tározó terület, és itt lehet látni ezt a három malmot. De ha megnézzük a Gaját, tehát a vízfolyásokat, jóval több malom is volt itt ebben a térségben. Tehát a nagyobb esés és az árvízhozam miatt itt több malom is működött. És ha most a Fehérvár csurgói tározót megépítjük 2020, akkor el kéne gondolkozni azon, hogy ez a helyzeti energiával rendelkező hatalmas víztömegnek az energiáját hogy tudjuk hasznosítani. Az igazság, hogy itt egy elég komoly víz szintemelkedés lesz a Fehérvár csurgói tározóban, és amikor a többletvizeket adjuk le, illetve mezőgazdasági célra szolgáltatunk vizet, akkor gyakorlatilag ennek az energiát föl kéne használnunk. Tehát a következő ütem az, már hogy ennek az energiát vissza tudjuk nyerni. Én szeretném, ha a térség ezt majd támogatná, hiszen ez a víz most az energiájának a hasznosítása nélkül fog elfolyni ebből a térségből. És hát, ahogy engem régen tanították, vagy ez kell, hogy nagy vízhozam, kis vízszintkülönbség, vagy elegendő egy kisebb vízhozam és nagy vízszintkülönbség, akkor érdemes áramot termelni. Hát ezzel lehetne áramot termelni.
de ez már csak a jövő, hiszen a feladatokat most megkaptuk, hogy mi felé kell tovább menjünk a rendszerrel. Talán jó lehet látni, hogy ez egy egybefüggő hatalmas vízrendszer, nyilván még a Balatonhoz is kiterjed, tehát 3500 négyzetkilométeres Fejér, Veszprém és hát Tolna megyét is érinti. Ez a szakasz mellékvízfolyások ott vannak, és ennek kulcs szerepe van a Fehérvárcsurgói tározó, mint az egyik legfelső jelen, ahol a leggazdaságosabban lehet visszatartani a vizet. És hát a Csurgói tározó szépségeiről, hát a Gajaszutakban már azt hiszem, hogy nagyon sokan jártak. Az érintetlen, hogy megmaradt továbbra is a 70-es években, amikor épült, akkor gyakorlatilag még a Bauxitániához kapcsolódó beruházásként építették meg ezt a tározót. Ez egy nyitott karsztos rész, tehát a felszínalatti vizek védelme érdekében építették ezt az egészet, és hát a káposztaföldek nálunk is felmerültek, hogy a tározó területén ott voltak. Milyen hasznosítása volt polgármester, azt hiszem már elmondta, hogy gyakorlatilag híres polgárszer, hiszen rekordfogások vannak pontból és harcsából is. De hát azért a szabályzat szerint nem csak a horgászat a fő szerepe. Ahogy elmondtam, az alábányászott területek vízvédelme volt, az elsődleges árvízsúcsökkentés, ipari és mezőgazdasági vízhasznosítás, és abban az időszakban még a Nádor csatornán hígítóvészként is biztosítottuk, hiszen akkor még Pépere Marton nitrokémiának a vizeinek hígítását kellett biztosítani, hogy egyáltalán valamilyen szinten elfogadható legyen ez a vízmennyiség belvízi tározás, és hát a sportolás, sporthorgászat is jelentős szerepet játszik a tározó életében. A képviselő úr említette már a klímaváltozás, és a klímaváltozás az hasonlóan egy kicsit felraktuk ezt az ábrát, illetve a kollégám felrakta az ábrát, ami már lehet, hogy nem is igaz. Hiszen már nem csak tél végén és tavaszon vannak árvizek, hanem most már nyáron is vannak, bármikor képesek olyan árhullámokat generálni a csapadékból, de hát egyértelmű akkor is, hogy a károkozás, vízkárelállítás, és hát ugyanúgy egy nyári időszakban, most például egy közel két hónapos szárazságon vagyunk túl, amikor nem volt egyáltalán víz sehol, de ahol tudunk tározni, ott van, ha valaki mostanában járt a Balatonnál, megnézheti 114 cm, ez itt az egyetlen olyan hely, ahol rengeteg vízzel rendelkezünk. Tehát ha tudunk tározni és jól tározunk, akkor fel lehet használni ezt. Tehát a tározás mindenképpen útszó. Az elkövetkező időszakban több ilyen útszó fog elhangzani majd, mind a politikában, mind a szakmában, ami a klímaváltozáshoz kapcsolódik. A csapadékvízgazdálkodás, a tölteni szakaszokat érint, az öntözés, az asszály és a tározás. Ezek lesznek azok a kulcsszavak, amiket a legtöbbször fogunk mostanában hallani. Mi is váltottak ki gyakorlatilag a fejlesztést, és miért tudtuk elindítani ezt a projektet? Hát a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia egyértelműen meghatározta azt, hogy tározás nélkül nem lehet sem az árhullámokat kivédeni, sem visszatartani. És hát az elmúlt 40 év, ami történt már a tározó életében, mindenképpen indokolt egy felülvizsgálatot, és hát volt ez a két ominózus árvízünk 2010 és 2013, ami bebizonyította, hogy erre a kapacitás bővítésre szükség van, hiszen másképpen nem tudtuk volna megoldani. És hát ezáltal természetesen elvárások is támasztódnak a projekttel szemben, ahogy erről beszéltünk, a vízvisszatartás, árvízvédelem, belvízvédelem, vízminőség, vízmennyiség. Tehát egy komplet vízkészlet gazdálkodásról beszélhetünk. Egy kicsit 2010-es bodajki vízárásokat, ha megnézzük, tehát jól lehet látni, hogy 30 centiről szinte egy nap alatt 3 méter fölé, vagy 3 méter közelébe ugrott a vízszint. Tehát nagyon nagy, hirtelen levonulású, úgynevezett villámárvizek érkeznek, amit egyszerűen ezzel most a medreket kiépíteni erre a hozamra értelmetlen lenne. Tehát egyértelműen csak egyetlen egy utunk van, hogy ezt visszatartjuk. Akkor a legnagyobb vízállás 659 cm volt, akkor 11,2 millió köbméter víz volt. Tehát Fehérvár felett idézőjelve több mint 11 millió köbméter víz volt, még 96-ban 1,8 millió, és hát a vízeresztés mértékét, hogy az árvíz levonulása után több mint 16 millió köbméter vizet engedtünk le a tározóból. Ez a Velencei tó
összvízmennyiségének 41%-a. El lehet képzelni, ezt a tömeget, ha ez szétterülne a völgybe, mit okozna. Tehát az árvízvédelmi funkció kiemelt jelentőségű a beruházásoknál, hát ez főleg rátette a pontot arra, hogy ezt támogassuk. Egy kicsit talán képviselő úr már elmondott a projektre helyezkedéséről. A Dombvidéki vízfolyásrendezés és tározó című országra lebontott KEHOP pályázati keret 12 milliárd forint. Fehér megyébe ebből 7,3 milliárd forint jut. Tehát gyakorlatilag majdnem szinte a teljes keretet elvitte Fehér megyébe. Jól lehet látni, hogy három olyan projektünk van, ami érinti a Dombvidéki vízrendezést és beletartozik a Fehérvárcsúrból tározó bővítése. Tehát azt mondom, hogy az Országgyűlési Főigazgatóság figyelembe vette azokat a kéréseinket, azokat az előterjesztéseket, és ahogy képviselő mondta, lehet, hogy jól is csináltuk, de főleg ez a kollégáknak köszönhető, hogy olyan anyagokat készítettek, aminek hatására 7,3 milliárd forint jut Dombvidéki vízrendezésre. Fehér megyébe azt hiszem, ami példátlan, legalábbis mióta én az ágazatú vagyok, ilyen összegű fejlesztés nem történt. Milyen rendkívüli események lehetnek, hiszen az a 2010-es és 2013-asnál mindenki csak beszélt róla, hogy hát mi lenne akkor, ha nem tartottuk volna a vizet, hogyha nem biztonságos az egész rendszer, hiszen a Fehérvárcsúrvét tározó völgyzáró gátja nemzeti létfontosságú rendszerelem. Ez azt jelenti, hogy külön fokozott figyelmet kell szentelni ennek az üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére. Hát akkor már egy részletes elemzés készült a gátszakadásról, esetleges árhullámok levonlására, hogy mit is okozhat gyakorlatilag ebben a völgyeletben, hogyha nem lenne ez a tározó, hogy a tározó tönkre menne. És hát a kollégáim csináltak két térképet. Az egyik bemutatja azt, hogy ha egy esetleges szakadás esetén mennyi idő előnyünk van ahhoz, hogy védekezzünk. Ha baloldali ábrát nézzük, az órás bontásban van. Hát a zöld, a legsötétebb zöld az 48 óra, tehát gyakorlatilag két napunk van arra, hogy kényelmesen védekezünk el, de a piros szín és a pirosból hajló narancssárgába hajló színek, ott 1-2 óra. Tehát gyakorlatilag, ha nem jó a rendszerünk és nem biztonságos, akkor gyakorlatilag szinte védhetetlen. És jól lehet látni, hogy Fehérvárnak is mekkora területét önti el, és egész Szabadbattyán érezteti a hatását. A jobb oldali képen pedig a vízmagasságok lennének, hogy mekkora vízönteni el ezt a területet. Tehát azt hiszem, hogy nehéz lenne nem elfogadni azt, hogy ennek a tározóknak nagyon komoly árvízcsökkentő szerepe van a térségben. És hát hogy is fog kinézni ez a beruházás? A különböző kékszínű vízszintek és tóterületeken lehet látni az üzemvízszintet, árvízszintet és a bővízszintet vízszintet. Jól lehet látni, hogy lényegesen megnövekszik majd a tározó területünk, és hát a 149-es szintről 151-re emeljük fel a tározó kiépítési vízszintjét. Ez a két méter gyakorlatilag annyit jelent, hogy több mint 5,7 millió köbméterre többet tudunk tározni a tározóval. Hogyha most egy kis felszámolást végzünk, és azt mondom, hogy 2,1 milliárd a beruházás, akkor azt mondom, hogy egy köbméter víz tározása az durván 370 forint. Nem tudom, hogy valaki tud-e építeni ennél gazdaságosabb tározót. Tehát azt hiszem, a gazdaságossága ennek a beruházást nem kérdőjelezhető meg. Hát, hogyha sorra megyünk azt, hogy mik is lennének azok a beruházási elemek, amiket gyakorlatilag meg kell csinálnunk, tehát lehet itt látni gyakorlatilag azokat az anyagnyerőhelyeket, ahonnan az építkezés fog folyni, mert itt is lesz egy kisebb anyagnyerőhely. Mind az oldaltöltésnek, mind a kereszttöltésnek a megerősítése megtörténik, illetve szigetelésvédelme, műtárgyátépítések, a őrház felújítása megtörténik. Az erdei útnak a magasítása és megemelése megtörténik, és hát a tározótérnek a rendezése is. Részletekben hogy nézne ez ki, tehát három fő részre tudnám bontani, a kapacitás bővítés a tározónak, a gátőrház felújítása, illetve egy monitoring és üzemirányítási rendszer lenne, és hát a tározó bővítésének azok a fő elemei, amik most egyébként végigvennénk. Hát az völgyzárógát átépítése, fenékszigetelés
bővítése, illetve az oldalszigetelés megvalósítása a következő képben majd lesz. Egy keresztöltés épül a Gátlőház melletti szakaszon, ami kizárja az oda kijövő vizeket, tehát egy biztonságosabbá teszi azt a részt, és az oldaltöltésnek átépítése és megerősítése történik meg. A vízlebocsátó műtárnak szintén az átépítése, kapacitás bővítése megtörténik, a fenéklendítő műtárgy átépítése, és ahogy itt beszéltem, itt oldalt ennek a résznek a szigetelése, ez nem véletlenül van itt ez a kutya. Amikor 1990-es évek közepén, akkor még élt két kutyám, két magyar is a Tappancs és Alma volt, nagyon szerettünk ilyen videót a bácsolói tározóhoz, és annak is mindig elcsodálkoztam, hogy milyen magas a műtár, milyen magas a töltés, aztán mégis milyen kicsi a víz. Imádtak vízbe menni, és ennyi voltunk sétálni, kedvenc sétálni. Majd megint tovább megyünk. Kedvenc sétáló helyünk volt, hogy a Gátlőházig elvonultunk ezen a szakaszon. És hát a magyar rizsára jellemzően fölemelt lábbal, hogy jelez valamit, a kutyán megállt félpályán és hallgatott ott a vízparton. Hát képzeljék el, hogy egy akkora üreg volt, amin keresztül a tározó gyakorlatilag zúgott le. Gyakorlatilag a hegybe. Tehát a nyitott karszton keresztül megtalálta az utat, és hát a felszíni vízkészleteket szennyezte. Akkor szóltam a akkori szakaszmérnöknek, Hetyi Sándornak, aki azt mondta, hogy mi a francnak mászkálok én ott. Az első reakció, hogy hidd el, hogy megy lefelé a víz a tározóból, és nem a zsiliten keresztül, hanem a hegybe folyik le. Az hülyeség. Na, kimentünk a helyszínen, megnéztük, mert tényleg megállapítottuk, hogy és akkor történt egy részleges szigetelése már ennek a völgyi oldalnak, és egy terfiles szűrőt paplannal, egy tömörítéssel és egy kőbordával lett elátva az egész részt, de hát akkor már tudtuk, hogy ez a hegyoldal, tehát a fenéklehevítő műtel és a Gátlőház közötti rész, ez mindenképpen olyan nyitott karszt, aminek a szigetelésével foglalkoznunk kell. Hát a tározóteret rendeznünk kell természetesen. Az erdei út, ami végigmegy ott, most ehhez a megemelt üzemvíz szinte ez alacsony lesz, tehát ennek mindenképpen fel kell emelni a szintjét. És hát ami a 2010-es árvíz idején már megbontottuk ez az erdei útnak az elejét, ennek a partvédelme gyakorlatilag végig kell építeni ezen a szakaszon, hiszen nagyobb vízszint, nagyobb vízfelület, nagyobb meghajtási hullámhoz, abban a pillanatban nagyobb lesz a dinamikus terhelése. Az egésznek és hát a Gátlőtelepünk, ahogy kinéz a 70-es években, lényeges felújítása nem történt meg, hát ennek most az épületnek is a felújítása ezen beruházás keretén belül megvalósulna. És kiegyről egy monitoring és üzemirányítási rendszer. Hiszen ezek a villámárvizek gyakorlatilag pár óra alatt lezajlanak és pillanatok alatt ott van. Tehát jól lehet látni, hogy kiépülnek azok az érzékelők, illetve kiépül egy mini csapadékradarunk is. Ez azt jelenti, hogy már a nagy csapadékok keletkezésekor egyből információt kapunk, hogy micsoda hullámra számíthatunk, mekkorára, hogy érkezik. Tehát az üzemirányítást ez alapján tudjuk szabályozni. És hát az egész rendszer vízkészlet gazdálkodása megváltozik, hiszen elmondhatom azt, hogy kicsibe ez az ország. Hiszen a felső területen megtalálható a Gaja vízgyűjtő, ami klasszikusan dombvidéki, hegyvidéki, de megtalálható a cecevősi belvízvédelmi szakasz egészen Tolna megyéig lehúzódóan, megtalálható a Bakonyi részről érkező nádor vízhozamunk, tehát egy olyan komplett rendszer, ami a dombvidék és a síkvidék és a távozás és a vízvisszatartás minden megvalósítható. Természetesen ebben a térségben még rengeteg az a felmérendő feladat, amivel a bővítést meg lehet csinálni, hiszen ahogy említettem, a Sérnádor Gaja rendszerbe, Cece térségébe például komoly tározási lehetőségek merültek föl. Tehát tovább kell folytatni még ezt a rendszer bővítését, ezért hívjuk csak egyes ütemnek. Természetesen folyamatos a konzultáció hasznosítók között, ahogy a képviselő úr is mondta, hát itt azért öntözési vízigény, halasta vízigény is megjelenik, tehát folyamatos az a fajta konzultáció, ami mindenképpen a vízhasználókkal is fontos, de hát azt a számot értelmes megjegyezni, mert legaljában 15 millió köbméter áll rendelkezésünkre. Ez egy őrületes mennyiség, aminek még messze nincs itt egyelőre igény szinten a gazdálkodók részéről az, hogy mit is akarnak, de gyakorlatilag ez a tározó képes ezt kiszolgálni, tehát hosszú távon ebben a térségben azt hiszem, hogy megoldódik
az a fajta gond, ami az ország más területei nem állnak rendelkezésre. Hát ezek a fő célok, amiről eddig beszéltem, és hát nagyon fontos nekünk is az a turisztikai, bár utolsónak hoztam, de azt hiszem a település szempontjából ez nagyon fontos, hogy ne csak hasznos legyen ez a tározó, hanem tényleg szép is legyen. Kivitelezési munkákat megelőzően előkészítő munkálatokat végzünk 2018. augusztusa óta. Ezek az előkészítő munkálatok tervezési feladatok, a tervezési feladatok az engedélyekről, az engedélyes tervek merendetésre állnak, és ezzel összhangban készülnek. A terület összermentesítését végzünk, valamint régészeti feladatokat látunk el. A projekt céljának eléréséhez 11 fő projektelem kiépítésére van szükség. A említett oldaltöltés megerősítése szükségesé vált a megemelkedett üzemvízszint során. Itt nagyjából 15.000 négyzetméter rizsbútalattal látjuk el a gátat, ezzel is erősítve. Valamint a mentett oldalon a fenntartási zónát rendbetesszük, rendezzük, ezzel is segítve az üzemeltetőt. Oldaltöltés területén üzemeltető műtárnak a rekonstrukciója meg fog történni. Itt is a zsilip felújításra kerül, valamint egy új irányítási rendszer kerül kiépítésre. A megemelkedett üzemvízszint miatt szükség lesz a vízáramlásnak a bővítésére. Itt a vízszállítási keresztmetszetet kívánjuk majd emelni 20 méterre. Erre arra lesz szükség, hogy a tározó üzembiztonságot tudjon működni. A tározó déli oldalán, mint az igazgatóra említett, az öbölben, jelen pillanatban a tározó vize be tud jutni. Ezen a területen az altalai repedezett és karszt, a karsztvizek védelmi érdekében szükség lesz az öböl lezárására. Szerzetesen megvizsgáltuk és arra jutottunk, hogy a szigetelés, valamint a gáttavoló lezárás közül a gáttavoló lezárást mint gazdaságosabbnak. A tározó déli oldalán, az említett vízmező területén, itt a szigetelés továbbépítésére szükség van, úgyhogy itt is partvédelmi, illetve fenékszigetelési feladatokat fogunk ellátni. A vélzárógát jelen pillanatban, illetve a beruházás után is képes lenne ellátni a feladatát, azonban itt is a biztonsági javára a gátes megerősítése kerül, valamint kiépítésre kerül egy új szivárgórendszer, és a gát koronáján lévő utat is felújítjuk. És itt vannak is olyan magassági eltérések. A tározat nyugati oldalán szintén fenékszigetelési, illetve partvédelmi feladatokat fogunk ellátni. Itt nagyjából 33.000 négyzetméter terméskő burkolatot helyezünk el, és 14.000 négyzetméter szigeteléssel látjuk el a tározót. A tározati rendezésünk különböző, tehát a tározati rendezésünk a tervezeti értékeket természetesen kiemelten kezeli. Itt megtörténik az erdei útnak a megemelése, illetve rendezése, egy új terméskő burkolatokkal. A terméskő, bocsánat, húzott kő burkolatokkal. A jelenleg üzemelő csónakikötő területén egy földnyelv található, annak a megemelése is meg fog történni. Valamint az anyagyerő helyen a pillér torkolatában egy iszapillepítő teret fogunk kialakítani, ezzel is javítva a tározó víz minőségét. Itt előzetesen ugye itt a vízhasználókkal, valamint a üzemeltetővel felvettük ugye a kapcsolatot. Itt elsősorban ugye a helyi horgász szövetségnek az emberi kerestük, és az üzemeltetővel közösen kidolgoztuk egy vízszintartási ütemtervet. És ugye itt figyelembe vettük és nagyon fontosnak tartottuk, hogy a kivitelezés során az alap életfeltételei biztosítottak legyenek, valamint a folyamatos egyeztetéssel szeretnénk arra törekedni, hogy a horgászat szerelmességnek folyamatosan tudjunk bizonyos területeket biztosítani. Itt azt meg kell említenem, hogy több vízszinteresztés várható a kivitelezési munkák során, ezt nagyjából így kettő alacsony vízállás fogja jellemezni. A
Továbbá felvettünk még a kapcsolatot a Magyar Természetjárók Szövetségével. Itt a kék és piros túrára gondolom. Az előzetes megkeresésnek köszönhetően már felfestésre került egy általunk, illetve a Túra Szövetség által kidolgozott kerülő útvonalnak a kijelölése. Általunk készített túrakönyvben már itt a korlátozásokról említést tesznek, és senki nem fog váratlanul érni. Nagyon remélem, hogy 2020 nyarán őszén egy nagyszabású projektzáró rendezvény keretein belül elmondhatjuk, hogy egy sikeres projektet zártunk, és a felek megelégedésére történt a kivitelezés. Ez egy biztonságért jelent nekünk, hiszen tudjuk, hogy 2010-ben rendkívül időjárás során ugye nagyon megemelkedett a vízszint, és ugye attól ijedtünk meg akkor a repülésen, hogy hát át fog szakadni a gát, ugye megjelentek a vízügyi igazgatóság emberei, és ugye akkor tudtuk meg, hogy a gátat védeni kell. Természetesen az egész település örül ennek a projektnek, mert amúgy is ugye Fehérvár csúgó sajnos rengeteg forrásvíz fakadással küzd, ami most ugye újból megjelent, mint hogy hallottuk az igazgató tájékoztatójából is, ezáltal ugye partszakadások is vannak, tehát mi ettől a beruházástól nagyon sok mindent várunk, hogy ezek a problémák most mérséklődni fognak a településünkön. Lehocki János, a vizek fohásza, részlet. Vándor, ki szomjadat oltott forráson vizével, vigyázz rá. Én hűsítem arcodat forró nyári napsütésben. Én frissítem fáradt testedet vándor útjaid után. Csobogásom nyugtatja zavartott lelkedet. Habjaim tánca bűvöli tekintetedet. Erőn áhajtott gépedet, malmodat. Tartom csónakodat, hordozom hajódat. Általam sarjad vetésed. Én küldök termékeny esőt szikkadt kertjeidre. Az élet bárkáit ringatom. Otthonaként velem érez meg annyi lény, úszó, levegő állat, lengedező növény, kusza hínár, tündérlő virág, meglepő, eleven vízi világ. Szerint forrásként becézhetsz, érként, patakként kedvelhetsz, folyamként köszönhetsz. Csepp vagyok. És óceán, tomboló vihar és szivárvány, búvópatak és szökőár, felhő és hó. A több mint 2 milliárd forintos fejlesztés előkészítő munkálatai egy-két héten belül elindulnak. A projekt várható befejezési határideje 2020 nyara. Ennyi volt mára a mai Köztér, köszönjük a figyelmüket, legközelebb 2 hét múlva találkozunk Önökkel, viszontlátásra!